Mozes első könyve, 15. fejezet Ezek után így szólt az úr Abrámhoz látomásban. Ne félj, Abrám, én pajzsod vagyok neked, jutalmad felette igen bőséges. Abrám ezt mondta, Uram Isten, mit adnál nekem, hiszen magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszi Eliézer. Majd így folytatta Abrám, Íme, nem adtál nekem magzatot, és íme, házam szolga szülöttje lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem aki ágyékodból származik, az lesz az örökösöd. Azután kivitte őt, és ezt mondta. Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha meg tudod számolni őket. Azt mondta neki: Így lesz a te utódod is. Abrám hitt az úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. Azután így szólt hozzá: Én vagyok az úr, aki kihoztalak téged úrkasztinból, hogy neked adjam-e földet örökségül. Abrám pedig ezt mondta. Isten, miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt? Az Úr erre azt felelte neki. Hozd nekem egy háromesztendős üszőt, egy háromesztendős kecskét és egy háromesztendős kóst, egy gerlicét és egy galambot. Elhozta azért mindezeket, és két felé hasította őket, és mindegyiknek a felét a másik felével szemben helyezte el, de a madarakat nem hasította két felé. És ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Abrám elűzte őket. Naplementek kor mély állom lepte meg Abrámot, és íme, rémület és nagy sötétség szállt őréjá. Ekkor az úr azt mondta neki, Tudván tudj, hogy a te magod jövevény lesz olyan földön, amely nem az övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig. De azt a népet, amelyet szolgálnak, szintén megítélem, és majd kijönnek onnan nagy gazdagsággal. Te pedig békességgel mész el atyáidhoz, és jó vénségben temetnek el. Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az emória gonoszsága még nem telt be és mikor a nap lement, és sötétség lett, íme egy füstölgő kemence és tüzes fákja ment át a húsdarabok között. E napon kötött az úr szövetséget Abrámmal, és ezt mondta, a te magodnak adom ezt a földet, Egyiptom folyójától fogva a nagy folyóig az Eufrát eszik. A kénieket, a kenizieket és a kadmóniakat, a hetitákat, a perizieket és a refáiakat, az emóriakat, kánaániakat, gírgásiakat és jebusziakat.